egyszerűen költőnek tartom magam, és ha valami illene rám, akkor leginkább a létlíra művelése, azt csináltam egész életemben, amikor elkezdtem egyáltalán szinte gyerekkoromban írni verset. Én egy falusi gyerek voltam, falun nőttem fel, és a faluban szokás volt nagyon furcsa vakszövegeket mondani, ilyen ráolvasások, bájoló jellegűek. A gyerekek mondták ezt, hogy hát amit most is lehet hallani, hogyha a kiszámoló verseket nézzük meg, hogy egyedem, vegyedem, tengertánc, hajdusógor, mit kívánt, nincs semmi értelme, de kitűnő formaérzékkel van megcsinálva egy olyan vakszöveg, amely mögött mégis sejt az ember valamit. Emlékszem, az egyik falusi gyerek, egy púpos kisfiú, TBC-s volt, az mondta ezt a verset, máig emlékszem, ezt én mondjuk 8-10 éves koromban hallottam tőle, hogy hidis-ligis, lógis, kecskepezerántus, a rák csúszik, mászik, a béka bóklászik. Semmi értelme nincs, mégis úgy érzem, hogy ez olyan ráolvasásszerű vers, amilyennel régen az ősemberek gyógyították a fájós lábukat. Szóval valami ilyesmit éreztem én a falusi gyerekek mondókáiba, hogy abba, noha az elhangzott versből is kiderül, nincs megfogható értelem, de az ember úgy érzi, hogy valami mégis történik benne, valami varázslat. Én 2-3 olyan költőt fedeztem fel, akik egész életemben elkísértek, anélkül, hogy tudtam volna, vagy akartam volna őket utánozni, akartam volna hozzájuk hasonlítani, nem is nagyon lehetett. Az egyik az József Attila volt, akinek máig emlékszem, hogy a Falu című nagy verse volt benne ebbe a Vajtóféle antológiába, a másik pedig Vörös Sándor, akinek ott olvastam azt a máig kedves versét nekem, hogy elhull a születi ének, kuckóba bújnak a vének, mindegy, hogy rég vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék, a fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a fest, és így tovább, nem folytatom. És ez a két költő ragadt meg a legjobban bennem, és Vas István mondta egyszer, aki hát egy ilyen racionális, fogalmi, jellegű költő, de ez csak részben igaz, hogy ha elolvasok egy Illyés verset, vagy egy Szabó Lőrinc verset, és nagyon tetszik, akkor úgy érzem, hogy ilyet én is tudnék írni. Ha elolvasok egy Vörös verset, akkor nem érzem azt, hogy ilyet én is tudnék írni. Szóval ez a különbség van, hogy ők nekik, mondjuk József Attilának és Vörös Sándornak olyanok a kapcsolásai, a váltásai, amit nem lehet, hogy is mondjam, felnőtt ésszel megérteni. Csak úgy, hogy ahogy mondom, hogy Vörös Sándornak valaki súgott.